Köszöntöm a kedves nézőket, Önök Kezdőkör című sportmagazinunkat látják. Megszerezte első győzelmét a 2021-22-es bajnoki idényben a Békés Csaba 1912 előre. A Lilák szombat este a Magyar Kupa harmadik fordulójában a Dorog együttesét fogadták. Szép estét kívánok, köszöntöm a 7.tv nézőit! A Békés Csaba 1912 előre a Dorog FC-t fogadja a Kórház utcai stadionban, a Magyar Kupa harmadik fordulójában. Mind a két együttesnek ez lesz az első idei kupamérkőzése, hiszen a másodosztályú együttesek csak a harmadik fordulóban csatlakoznak be a küzdelmekbe. Mind a két együttes az NB2-ben szerepel, a Békés Csaba mai napon tiszta fehér felszerelésben lép pályára, még a dorogiak piros-fekete mezben. Érdekesség, hogy tartalék játékvezetőt nem akkreditált a szövetség, így mindössze három sportás van itt a stadionban a mai napon. A dorogiak szereztek labdát, és rögtön az első kapuralövés. Horváth kapja, Pantovics, Gránic, cselezget, lepattant labda, már is, és ott az első gól. A Békés Csaba a 10. percben megszerzi a vezetést a Magyar Kupában, már is Dominik idei első gólját szerzi ebben a szezonban. Szabó állítja meg az akciót, Lukács fordul rá, Pantovics, Gránic kérni mellette, meg is kapja, rögtön beadja, és Tulipánnak kell védenie a 12. percben. Ez nem okozott gondot a kapusnak. Ezután egy laposabb próbálkozás. Lukács könnyen levette ezt a kísérletet, és hozhatta volna ki a labdát, de szabálytalanul állítja meg a dorogi csapat. A játékvezető tovább engedte ezt a szabadrugást, pedig nem hagyta Lukácsnak helyet. És már Gránic Patrik indult befelé, cselt csinál és kapura lövi, és ott a második gól. Gránic Patrik is eredményes a mai találkozón, 2-0-ra vezet a Békés Csaba. Hát sokkal jobban játszik Sindrel Szabolcs együttese, és ezúttal az ittszerek nem maradnak ki, mint a bajnokságban korábban. És minden gól nagyobb önbizalmat adhat a csatároknak, hogy azokat az ittszereket belüljék. Pantovics kapura lövi, és a gól után két perccel Tulipán egy védést mutat be. Már is. Pihet a 16-oson belőle, és oldal játékvezető szerint szabálytalanul állította meg Már is Dominikot. Ezzel pedig 11-eshez jut a Békés Csaba. A kapu bal oldalába lő Pantovics, és 3-0-ra vezet a Békés Csaba, ugyanis nem hibázik. A szerb légiós megszerzi szezonbeli első gólját, és talán ezzel önbizalmat is szerez magának a bajnokság, illetve a kupa hátralévő részére, hiszen eddig nem sok lehetőséghez jutott. Hajdú kapra lő távolról, Cinanó pedig ezt könnyedén fogja a 84. percben. Hodonicki veszélyesen vágódik be ez a labda, de Horvátnak nem sikerült kapura irányítani. Király. Kitül Miklós lábára. Ő lőtt már távolról volt, most azonban nem sikerül, a játékvezető lefújja a mérkőzést, tehát a Békés Csaba, Dorog 3-0, már is Gránic és Pantovics gólyaival győz a Kórház utcai stadionban az előre, és ezzel bejutott a legjobb 32 közé, a sorsolás vasárnap este lesz. Felforgatott csapattal léptünk pályára, meg szerettem volna azoknak adni a lehetőséget, akik eddig kevesebb játék lehetőséget kaptak, plusz sérülés után több visszatérőnk is volt, azok fél időt beszéltünk meg, hogy annyit fognak elsőre pályára lépni. Nem így terveztük, tovább szerettünk volna jutni. Sajnos a mérkőzés elején egyből gólt kaptunk, mentünk az eredmény után, ami mondhatom, hogy feküdt a Békés Csabának, mert a gyors első emberei rendre problémát okoztak a védelmünknek, így kockáztatnunk kellett.
rengeteg pontrugásunk volt, szöglet, talán a bajnokságban összesen nem rúgtunk ennyi szögletet, mint a mai nap, de sajnos nem tudtunk élni az adódó, inkább azt mondom, lehetőségekkel, mert helyzetet olyan sokat első fél időben nem tudtunk kidolgozni. A csapatnak szeretnék gratulálni, minden győzelem építi a csapatot, jelen pillanatban mélyen voltunk, vagy remélem, hogy múlt időben tudok erről beszélni. Minden győzelem építi a csapatot, nagyon sok energiát fektettek bele a mai mérkőzésben a játékosok. Véleményem szerint időszakosan jól is játszottunk, helyzeteinket elég jól értékesítettük, tehát úgy gondolom, hogy a mai nap megérdemelten jutottunk tovább. Amikor megérkeztem, azt mondtam, hogy 3 meccs, senkinek kérdezze meg, hogy miért nem játszik, vagy miért játszik. 3 meccs, megpróbáltam majdnem mindenkit berakni a csapatba. Egy jó képet kaptam most a csapatról, de mindig csapatba gondolkodtam, nem egyénekbe. Mai hozzáállás jó volt, de az Ajkai második félidő is jó volt. Látjuk, hogy mit kell tennünk azért, hogy győzzünk. Ki kell emelnem, hogy a Dorog azért nagyon jól szerepel idén, és nem jöttek gyenge csapattal, tehát én kifejezetten örültem, hogy ismét egy NB2-es csapattal tudunk játszani, hiszen egy erős ellenfél ellen tudtunk győzni, ami nagyon fontos. Természetesen nagyon fontos, hogy nyertünk. Más úgy elkezdeni egy hetet, hogy vereség van a csapat mögött, de remélem, hogy nem kényelmesíti el a játékosokat, és hát tudják azt, hogy ismernek, ez nagyon kevés, tehát ettől többet fogok várni, mert azért voltak időszakok ma is, amikor nem voltam megelégedve. Tudják azt, hogy keményen fogunk dolgozni, és remélem, hogy folytatni fogjuk ezt az utat. Az önkormányzat 2014 óta minden évben megrendezi Békés Csaba főterén a Sporthétfő elnevezésű programsorozatot. Az idei 3. alkalmon 15 helyi sportegyesület mutatkozott be az érdeklődőknek. Foci, kickbox, tánc és kosárlabda csak 4 sportág azok közül, amelyekkel megismerkedhettek a Szent István térre látogatók hétfő délután. A több éves hagyományának tekinthető sporthétfőknek csapatépítő és toborzó szerepük van. Szeretjük, hogy ez szeptember elején van, így ugye kezdődik az iskola, ilyenkor még sokan nem tudják, hogy melyik sportág felé forduljanak. Pont az előbb jött hozzám oda egy kisfiú az anyukájával, hogy szeretnék elkezdeni a kosárlabdát, úgyhogy gyorsan útba is igazítottam őket. A kosárlabda klubot ezúttal az U12-es és az U14-es előkészítő korosztály képviselte. A vezetőedző hozzátette, hogy több játékos is egy ilyen eseményen figyelt fel a csapatra, és választotta ezt a sportágat. Azért választottam a kosárlabdát, mert úgy éreztem, amikor kipróbáltam, hogy nekem való sport. Az eseményen résztvevők egyik fontos célja az, hogy bemutassák a saját sportágukat az érdeklődőknek. A klubunknak nagyon fontos, hogy az olyan gyerekek, akik elgondolkoznak azon, hogy melyik sportot válasszák, azok számára népszerűsítjük Békés Csabán belül a labdarúgást. A Békés Csaba 1912 előre második számú csapata a nyári osztályozót követően az NB3-ban kezdte meg a 2021-22-es bajnoki idényt. Hétről hétre bajnoki mérkőzések vannak, most hétvégén a kupaforduló miatt nincs mérkőzésünk, jövő héten 2 mérkőzésük lesz, a DVTK-val fogunk játszani Diósgyőrre. A koronavírus járvány miatti tavaszi leállás után elindultak a hazai kickbox versenyek is. A fiatal csabai versenyzők sűrű programjuk mellett idén sem hagyták ki a sporthétfőt. Nagyon fontos állomásunk lesz a hétvégén. Végre sok idő után újra nagy verseny fogunk részt venni. Budapesten lesz a világkupa, kickbox világkupa, ami minden korosztályt érint, a gyerektől egészen a felnőttekig. Úgyhogy tényleg megmozdul mindenki, körülbelül 40 versenyzővel fogunk Békés Csabáról felutazni Budapestre. 3 napon keresztül fogunk szerepelni, reméljük, hogy minél több szép éremmel fogunk hazajönni. A Sporthétfő jövő héten, szeptember 20-án folytatódik, amikor újabb 15 Békés Csabai Sportegyesület mutatkozik be az érdeklődőknek a Szent István téren. Nemzetközi felkészülési tornát szervez a 2021-22-es bajnoki idény előtt a Svitelszki Békés Csaba. A csabai röplabdázók szeptember 24-e és 26-a között a Vasas Óbuda, valamint a román Csesszeme Lugos együttese ellen tesztelhetnek.
augusztus elején kezdte meg felkészülését a 2021-22-es idényre az Extraligában, a Magyar Kupában és a CEF Kupában is érdekelt Svitelszky Békés Csaba felnőtt együttese. A csapat az elmúlt hetekben több alkalommal is közös edzéseket, valamint zárt kapuk mögött felkészülési mérkőzéseket játszott hazai élvonalbeli ellenfelekkel. A csabai lányok közel másfél év után újra nézők előtt szerepelhetnek szeptember 24-e és 26-a között a klub által szervezett nemzetközi felkészülési tornán. Úgy készülünk erre, mintha egy főpróba lenne. Nagyon várjuk, hiszen nagyon-nagyon régen játszottunk közönség előtt, és biztos vagyok benne, hogy a csapatnak ez pluszt fog adni, illetve szerintem örömteli lesz, hogy bemutatkozhatnak az új játékosok is a szurkolók előtt. Az esemény névadó szponzora közel egy évtizede már kiemelt támogatója a Csabai Egyesületnek, fogalmazott Baran Ádám klubelnök. Közel másfél év után játszik újra hazai pályán a Békés Csabai Városi Sportcsarnokban a Svitelszky Békés Csaba csapata. Ennek örömére nívós nemzetközi tornát rendezünk. Szeretném bejelenteni, hogy a Bora Italnagykereskedelmi Kft. Jóvoltából névadó szponzora is van az eseménynek. Borakva nemzetközi női felkészülési torna néven fut a program. A hatályos jogszabályok értelmében a rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható, erről már Varga Róbert technikai igazgató beszélt. Hozzátette, a szezonbérletet váltott szurkolók már a felkészülési tornán igénybe vehetik a megvásárolt szolgáltatást. Mindenféleképpen szeretnénk kiosztani azoknak a bérleteseknek a bérleteit, akik ezt a tavalyi évben vagy az idejében megvásárolták. Ugye nagyon fontos info számukra, hogy aki a tavalyi szezonra bérletet váltott, és sajnos a vírus helyzet miatt egyetlen egy mérkőzés sem tudott megtekinteni, az ebben az évben fel fogja tudni használni a bérletét, tehát ugyanúgy érvényesek a bérletek erre a szezonra. A torna szeptember 24-én 19 órától a BRS-e és a Vasas Óbuda összecsapásával kezdődik. A csabai lányok 26-án 16 órától a román bajnokság egyik bajnok esélyesével, a Csesseme Lugos együttesével mérkőznek meg. Első alkalommal rendezték meg hétvégén a Matasz célra szálló és célba ugró versenyt a Békés Csabai reptéren. A megmérettetés célja a hagyományteremtés és a sportág népszerűsítése volt. Az esemény pénteken délután hivatalos megnyitóval kezdődött. Ugyan a nagy szél miatt a 26 versenyző nem szállhatott fel a gépre, de szombaton és vasárnap látványos ugrásokat láthattak a csabai reptérre kilátogató érdeklődők. Timár Vince már 26 éve ejtőernyőzik, és a megmérettetés előtt 2195 alkalommal ugrott a magasból. Hétvégén egyéni értékelés lesz jellemző, és mindenki saját magához képest próbálja meg a legjobbat kihozni. Én is most erre készülök. A célbaugrás kategóriában egy 2 centis pöttyöt kell eltalálnunk 1000 méterről, az egy jó kis feladat. A másik kategória, ott pedig egy 10 méteres körön belül kell földet érni, más jellegű ejtőernyővel történik. Egyelőre célbaugrásba indulok, ebbe szeretnék jeleskedni a hétvégén. A Magyar Honvédelmi Szövetség támogatásával létrejövő rendezvényen a hagyományteremtés és a gyakorlási lehetőség biztosítása a cél. Erről már a Matasz Békés megyei elnöke beszélt. Nekünk az a célunk, hogy azok, akik rendelkeznek ejtőernyős vizsgálóval és valamilyen gyakorlattal, gyakorolják azt, hogy hogyan kell célba ugrani, tehát a célbaugrási képességüket, azoknak pedig, akik kezdők vagy kevés gyakorlattal, rutinnal rendelkeznek, azoknak pedig úgynevezett célra szállásos versenyzéssel a ejtőernyős rutinukat növelni, és idővel majd ők is képzett ejtőernyősökké váljanak. A Magyar Tartalékosok Szövetsége immár olyan sportágok felé nyit, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Széles Ernő nyugalmazott dandártábornok elmondta, létrejött a repülős ejtőernyős tagozatuk, így tagjaik számára lehetőséget biztosítanak a sportág kipróbálására. A Matasznak egyre több helyen vannak járási szinten is olyan szervezeteink, amelyek felölelik a tartalékosok, katonák közül azokat, akik érdeklődnek ilyen sportok iránt, de azokat is, akik korábban
mint polgári személyek már végrehajtottak ugrást, vagy kis repülőgéppel rendelkeznek. Mindenki szeret egy közösséghez tartozni, hát ezeket szeretnénk kiépíteni, és ahol megvan, ott megtartani. A Csabai repülőtéren legközelebb általános és középiskolás diákok mérik összetudásukat. A haditorna Békés megyei döntőjét szeptember 24-én pénteken rendezik. Ennyi fért bele mai összefoglalónkba, tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!